Budapest vesztett egy polgármestert, én viszont nyertem egy kiváló tanácsadót. A mai napon a fővárosiak úgy döntöttek, hogy most valami más következik. Ezt a döntést mi tudomásul vesszük, és csak annyit tudunk mondani, hogy az ország és a Budapesten élő emberek érdekében mi készen állunk az együttműködésre. A megyei jogú városokat tekintve, amiből 23 van Magyarországon, 13-ban továbbra is Fidesz kereszténydemokrata többség van, és 10 pedig baloldali megyei jogú várossá vált. Ami a megyei közgyűléseket illeti, ott arról tudom önöket tájékoztatni, hogy a 19, mert ennyi van Magyarországon, megyei közgyűlésből 19-et a Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt nyert meg. Nem egyszerűen csak köszönöm, hanem szinte meghatódottan köszönöm a vidéki Magyarországnak azt a bizalmat, amit a mai napon is kifejezett Magyarország kormánya és személyesen a mi irányunkba is. Szóval, hogy akkor mi van azzal a mondattal, hogyha Karácsony Gergely lesz a főpolgármester, érvényét veszíti az Orbán Viktor és Tarlós István által kötött 15 pontos megállapodás? Az már nincs úgy. Az a mondat el van felejtve. Uh-huh. Meghatódottan köszönöm a vidék Magyarországának, mondta azt a tényt, amiben bele tudott kapaszkodni a miniszterelnök, és amivel egy ilyen észrevétlen módon még egyet belerugott a budapestiekben. Nem észrevétlen módon, nagyon jól beszélsz, hanem hogy nagyon is észrevehető módon. Van az ország, és van a főváros. Kicsit vannak megyei jogú városok. Ezt akartam, hogy nem idegesít titeket, ez a vidék szó ebben a helyzetben, ugyanis nem a vidékről van szó, a megyei közgyűlés, csak hogy tisztázzuk, megyei közgyűlés képviselőtestületét azok választják, akik nem megyei jogú városban élnek, és nem is a fővárosban, ugye? Ez nem azonos a vidékkel. Hát a vidéken vannak a megyei jogú városok is. Ha lehetne azt mondani, hogy talán falusi, vagy falusi és kisvárosi, így lehetne talán körülírni. A földközeli emberek őt választották, ezt akarja mondani, és csókoltak egyébként személyesen minden földközeli embert. Megdöbbentő, majdnem 70%-os eredményt értek el ezekben a megyei közgyűlésekben, és ezt, mintha nem, az ellenzék ezt nem tekint. A megyei közgyűlésben sokkal nagyobbat. 70%, majdnem 70%. Ott annál nagyobbat. Nem. A megyei közgyűlésben... Én megszámoltam, 69 egész valamennyi. Nyelvészek tudnak számolni. Ezzel szemben ott a közgyűlésekben az MSZP 3,5%-ot ért el. Tehát ezeken azért el kellene gondolkodniuk, ez egy szintén egy olyan probléma, a többi ellenzéki nem, párt pedig olyan lehet. 7-8, maximum 9. Nem lehet egyszerre minden fronton, nem? Tehát, hogy valahol lábat ezeken kell, a helyeken nézik kizárólag a M1-et, M2-t és a sport. Meg a Kossuth Rádiót. És hallgatják. Értem. Én most már 10 éve körül azt mondom, hogy lehet röplapozni. Ennél is megyei jogú városokat tekintve 13-ban tovább is Fidesz-KDNP többség van, és ami a megyei közgyűléseket illeti 19 megyéből 19-ben nyertek. Igen. Ez nem tudom, hogy a százalék. Ugye a statisztikával sok mindent azt lehet nyertek, csinálni. De én a képviselő helyekről. Jó, úgy, igen. Azért azt ne felejtsük el, hogy ha most azt mondjuk, hogy vidék, a vidék döntő többségében független polgármesterek vannak. És nem fideszes, nem szocialista, nem ilyen, nem olyan, függetlenek. Mert ott a faluban tudják, hogy ez az ember tesz valamit a faluért, vagy nem. Szóval ott eldöntik helyben nagyon okosan, és nem ez a centralizált magatartás, amelyet most igyekszik a Fidesz ránk ruházni, hogy majd itt Pesten mindent eldöntenek, hogy mit kell csinálni vidéken. Tehát a többség valamilyen magyarázat adott, hogy nyilvánvalóan nem állhat ki, hogy gyerekek, vesztettünk. Hát ilyen nem fog kiállni Tarlós a vezető. Hát, jó, a Tarlós is ezt mondta pontosan, hiszen a Tarlós azt mondta, hogy az országban jobban áll. Vigyázzunk ezekkel a független vidékiekkel. Én most nemrég kérdeztem pont a választások előtt egy vidéki barátomat, hogy ott hogy áll a dolog, és mondta, hogy ott csupa független van, és kérdeztem, hogy jó, de hát melyik a fideszes közülük, azt mondta, mind. Lehet. Hozzátéve, hogy én hallottam egy olyan ötletről nem sokkal mindjárt a választások után, hogy legyen egy önálló program a Fideszhez hű városok támogatása érdekében. Tehát az, amiben Orbán Viktor egészen fantasztikus, és hogyha ugyanezt az erejét a pacifikálásra használnak, akkor nem tudom, mi lenne itt. Tehát, hogy a további lehetőségeket megtalálja a megosztásra, az valami egészen hát ennek az ellenkezője is van, a Szabad Városok Szövetsége az ennek az ellenkezője. Az már egy választ. Ha ezt megosztásnak hívjuk, akkor az is megosztás? Igen. De az a rócsó, amit végigcsináltak az Orbánék, még a választások előtt, a Modern Városok Szövetsége, annak lenne egy alfejezet. Az arról szólt, hogy ha rendesen viselkedtek, hozzuk a támogatást.
ebben meg ebben tudunk segíteni. Most erre reakcióként, válaszreakcióként jött elő ez a Szabadvárosok Szövetsége. Azt nem tudtam megnézni, mielőtt idejövök, pedig azt abszolút érdekes lett volna, és nem tudom, hogy van-e közületek valaki, aki ezt tudja, hogy van-e az Európai Uniónak közvetlen támogatási lehetősége, mintha azt olvastam volna, hogy van, nem most, hanem régebben. Tehát, hogy a főváros, meg az önkormányzatoknak van-e az unióhoz való kapcsolódására lehetőség? Szerintem van. Vágy van, a Timmermansnál remélkednek abban, hogy ilyesmit kitalálhat, de... Hogy nincsenek pályázatok, amiket közvetlenül lehet pályázni? Na, mindegy, ezt meg kellett volna néznem, és akkor nem itt fölvetem, mint problémát. Hogy, hanem... Jó, Zugló nyert pár milliárdot, mondja a fülem, de ez nem általános. Én nem nagy tétel, semmiképp sem, de azon próbálnak igyekezni, hogy legyen ilyen. Hát, ezért lobbiznak sokan. Ugye Karácsony Gergely és Dobrev Klára kint voltak a Brüsszelben, és ugye amire nagyon sok pénz van, az a Zöld Városok programja. És mit is hirdetett meg Karácsony Gergely? Zöld várossá tesszük Budapestet. Akkor válaszoltam a kérdésedre, hogy van akkor lehetőség. Hát akkor hajrá! De akkor most minden jó dolog, amire pénzt ad a kormány, az majd a falvakba, meg a kisvárosokba fog menni? Az kontraproduktív lenne, hogyha ilyen megkülönböztetést csinálna a kormány. Én egészen, ugye, mert hogyha ezt teszi, akkor valószínűleg gyújtószikraként működik ez a mostani választás a következő választásra. Hát én azt gondolom, hogy ott okos emberek is ülnek stratégiai szempontból. Kell az erőt mutatni, ezzel nincsen problémám, mert a politikusnak nem szabad gyengének lenni, de hogy olyat nagyon hosszú ideig nem fognak tenni, ami éles vitákat vált ki, és akkor most itt csak egy fél másodpercre hadd mondjam, hogy azért Kövér László igencsak összezördült most Orbán Viktorral éppen Borkai kapcsán. Hát azért annak a jelentőséget nem értek. Annak van jelentőség. Figyelj, én ebbe biztos. És az hanyadik, és a Schmidt pár esetében jó, ugyanez megvolt. János, minden, ha ezt... Ez kremlinológia, a nép lehet, nem is érti, amiről beszélünk. Az lehet, de én azt gondolom, hogy arra igenis... Majd egyszer figyelni, Kövér László egyszer csak azt mondja a jobb képmezőben, amit mond, és a bal képmezőben Orbán Viktor az ellenkezőjét mondja, na, akkor azt fogom mondani, F csávó. Én azért, hogy mondjam, továbbra én is... Én mondom ezt róla állandóan. Nem is értem, hogy miért. Ja, hogy nem úgy gondoltad, ja, elnézést kérek, elnézést. Miért nincs békemenet? Békemenet? Majd nincs lesz béke biztos. Mert... Neked hiányzik el? Nem, hanem hogy itt... Miért kérdezem? Meg kéne, hogy legyen ilyen. Hát, hogy valahogy helyre kell hozni azokat az erőviszonyokat, amelyek korábban voltak. Mit mondana most a békemenet? Szerintem a kampányban lett volna, ha lett volna. Inkább azt nem értem, hogy a kampányban miért nem volt. Most már minek? Akkor lehet, hogy elbénázták, ezen múlott a vesztés? Nem rendesen csinálták a kampányt? Lehet, hogy akarnak csinálni, csak nem kaptak már engedélyt, hogy Budapesten fel. Hát mindesetre, ahova elment az osztályfőnök, a miniszterelnök úr, ott bukta volt. Az bukta volt, és szegény, tehát hogyan mondjam, két dolog van, aminek sose lesz vége. Egyik a kisvasút, mert ugye a kisvasút ellen van az ellenzék, és a kisvasút az Párizsig, és hogy Gödöllőn mindig Gémesi György lesz a polgármester, ez a másik. Tehát ez valamint, hogy hát az osztályfőnök úr bellem is egyfolytában kavas csinál, amíg meg nem halok, úgyhogy én csak hálás lehetek Orbán Viktornak. Ez vicc volt. Következik a harmadik rész.